azt gondolom, hogy egy narcisztikus hálójában nagyon sokféleképpen lehet szabadulni, tehát nincs nálam a szent grál, hogy ha valaki narcisztikus, akkor át vagy bét kell tenni, főleg azért is, mert hogy ez egy személyiségzavar is lehet, tehát nem csak sima narcizmus. És ez egy elég komplex dolog, és én változatlanul nem vagyok szakember. Azt gondolom, hogy abból a kapcsolatból, amiből úgy érzed, hogy el kell menned, mert téged elbagatelizálnak, hülyének néznek, meg bántanak, hát ott nem árt venni valami repjegyet, hogy összecsomagolni a bőröndöt és arrébb menni. De hallottam már olyat is, hogy párterápiában sikerült megoldást találni valamiféle problémára. Olyat is, hogy soha többet nem beszéltek egymással a felek. Olyat is, hogy végül be tudott menni az egyik félnek, mondjuk a bántalmazónak, hogy mit csinált rosszul, és konszenzusra jutottak. Tehát rengeteg féle módja van ennek a sztorinak. Szerintem az a legfontosabb lépés, hogy az ember rájöjjön, hogy éppen őt bántják.